Sziasztok! A mai napon a Budapest-Belgrád vasútvonal építkezését fogom megtekinteni itt Soroksár vasútállomás környékén. A vasútállomás az most még mögöttem van, de azt is meg fogom mutatni. Ebbe az irányba pedig Ferencváros felé mennek a vonatok, vagy hát a keleti felé, illetve volt időszak, mikor Kökibe mentek a vonatok, de az a lényeg, hogy erre van Budapest belvárosa, úgymond, és a másik irányba mögöttem pedig Dunaharaszti iránya látható, illetve ott van a Soroksári vasútállomás is. Most abban az irányban nem fogok elmenni, hanem a vasútállomás felé veszem az irányt, úgyhogy így már fordulok is. Ezen a vágányon itt biztosan nem fog vonat jönni, a másikon ott mehetnek vonatok, úgyhogy azért megyek itt. Személyforgalom természetesen nincsen már 2022. április vége óta, de a teherforgalom az jár itt ugye a Bilkbe, vagy a másik irányba például Ferencváros felé, vagy Cseperre. Illetve hát mindenféle munkagép is, vasúti munkagép is közlekedhet itt. De a mai napon egyébként november 1-e van. A videó lehet, hogy később fog kimenni, de most veszem fel november 1-én reggel. Ez pedig a Tárcsás utcai átjáró, amit már egész szépen megújítottak. Új aszfaltot is kapott itt az úttest, meg az átjáró is szépen meg lett csinálva. Nyilván még azért nem végleges állapotok vannak teljesen, de azért már eléggé rendben van. És akkor megyek tovább a vasútállomás irányába. Itt a jobb oldalon láthatjátok, vannak ezek a kis betonkörök, ami tulajdonképp majd a zajvédő falnak készül. A videó elején már láthattátok, a másik irányban megvan a zajvédő fal, de természetesen erre felé is lesz. Picit arrébb megyek, hát megyek itt néhány vágányon, és akkor irány a vasútállomás. És akkor láthatjátok a felső vezetéktartó oszlopok is, még ott a távolban is vannak, tehát itt a vasútállomás területén itt még több vágány lesz. Itt például ott van, ott is lesz majd egy vágány, úgy látom ahhoz a régebbi betonaljakat fogják felhasználni, de hát ez ide már maximum csak félreállítanak gondolom termátokat, tehát teljesen megfelel az is. Itt ahol meg most megyek, itt még látjátok, itt már az újak vannak lerakva, ezek itt már az új betonaljak. De ez még peronhoz megy úgyis ez a vágány, úgyhogy ide kell is az új. És akkor itt kezdődik a peron. Látjátok, a szegélye az már megvan, csak még a közepe az, ami hiányzik, de hát már látható, hogy itt kezdődik a peron, és innen megy egészen az állomás épületéig. És akkor ott a túlsó végén ott is van egy peron, tehát azt hiszem, hogy három vágánynál lesz peron, úgy látom. Az elsőnél talán, és ez pedig talán a harmadik és a negyedik. És akkor láthatjátok, van itt egy csomó új betonaj még, ami mind beépítésre vár, hiszen még bőven kell itt hova rakni őket. Szerintem ahol most megyek, még itt is lesz talán egy vágány. És akkor látjátok, itt mellettem itt az ágyazat már megvan, de még a
vágány az még ugyebár itt hiányzik, úgyhogy ide még jönnek majd a betonaljak, és akkor ott mögötte pedig a lépcső fog feljönni a peronhoz. A mögötti pedig talán lift lenne? Nagyon keskenynek tűnik, de biztos, hogy lesz itt is majd lift. Mögötte pedig láthatjátok, állványozva van az állomás épület. És egyébként most november 1-én is dolgoznak az állomás épületen. Úgy látom, hogy most itt a pályán nem dolgoznak, a vágányokkal nem dolgoznak, viszont az épületen most is megy a munka. Na, nem gondoltam, hogy látunk valamit, de jön egy mozdony. És akkor erre majd még lesz egy érdekes dolog, hiszen a közúti aluljáró fog épülni, úgyhogy azt is mindjárt megtekintem. Látjátok, itt a betonaljak már hát nem a helyükön, de úgy már ide vannak rakva, hiszen még itt is lesz egy vágány, aztán itt már lesz ugye egy csomó váltó, hiszen vége az állomásnak, és innentől már kevesebb vágány lesz. Na, láthatjátok, hogy itt még egy daru is van, hiszen itt van a közúti aluljáró. Tulajdonképpen az aluljáró rész már meg is van egyébként, csak még nem vezet hozzá út, és arra még ott nincs megcsinálva. Itt a jobb oldalon található a pályaudvarsor, amit majd elvileg lesüllyesztenek, hiszen nincsen túl sok hely, és valahogy fel kell az aluljáróból ugye jönni, meg le kell menni az autóknak. Úgyhogy ezt még itt meg kell oldani, ez még egy hosszú meló lesz. És akkor szerintem ezek az épületek is bontásra kerülnek, hiszen valószínűleg másik oldalt pedig itt fog menni majd az út, de ezt csak feltételezem. Egyébként itt 2022. április végén volt utoljára személyforgalom, de igazából itt a budapesti részen csak 22 őszén kezdték a munkálatokat, tehát alig több mint 2 éve. És ha minden jól megy, akkor talán jövő év végén már elindul itt a forgalom, tehát akkor alig több mint 3 év, és újra lesz forgalom, de meglátjuk. Ez pedig a Vecsés úti átjáró, ahol szintén láthatjátok, hogy már megújították az aszfaltot, ez is le volt múltkor zárva, de most már ismét van itt forgalom, hiszen már az új út van az új átjáróval. Innentől pedig megy tovább a vonal Dunaharaszti felé, ugye kelebbi az országhatár, és aztán megy tovább Belgrád felé, de én innen tovább már nem megyek. Viszont még útközben héven csináltam videót a Soroksári úti, illetve a Pesterzsébeti megállóknál, úgyhogy azokat még bevágom ide a videó végére, de én itt most elköszönök. Köszönöm, hogyha megnéztétek a videót, hogyha tetszett, akkor iratkozzatok fel, és nyomjatok egy lájkot. Köszönöm. Sziasztok!